A Rákoshegyi VSN női teke csapata a szlovén KKC-jével csapott össze a legjobb négy bejutásért a Bajnokok Ligájának január 28-ai mérkőzésén az Elek Gyula arénában. A Rákoshegyi tekézőnők rendkívül szoros versenyben legyőzték a hatszoros BL győztes KKC-je csapatát. A visszavágó Szlovéniában lesz február 18-án. A közönség bíztatására nagy szüksége volt a Rákoshegyi VSN női teke csapatának, hiszen az ellenfél többször is átvette a vezetést a szlovén KKC-je csapata ellen vívott Bajnokok Ligája mérkőzésen. Végül a hazaiak meg tudták fordítani a mérkőzést, így mindösszesen 4-5-3 arányban győztek. Le a kalappal a csapat előtt, nagyot küzdöttek, vert helyzetből is fel tudtak állni. Ilyenkor nagyon nehéz megfogalmazni azt, hogy mit érez az emberben. Csak az öröm. A hazaiaknak nem volt könnyű dolguk. A csapat nagy részének az első Bajnokok Ligája mérkőzése volt, míg az ellenfél KKC-je már 6-szor megnyerte a Bajnokok Ligáját. Az a 4-fa, amivel sikerült végül is 5-3-ra nyerni a csapatunknak, az drámai volt. Az, amit nehéz jól megmagyarázni. Ez bennünk volt, és azt hiszem egy 6-szoros BL győztes csapat ellen egy győzelem, az nem igány kíván magyarázatot. Nem kell elemezni, hogy ki mit tett. Mindenki azért a 4-fájra, amivel győztünk, mindenki a legjobb tudását nyújtotta, amivel rendelkezik a mai napon. Méhész Anita, aki már 5 alkalommal nyerte el az év sportolónője címet a tekesportban, kimagaslóan játszott. A nap legjobb eredményét ütve 624 fával magabiztosan zsebelte be a csapatpontot. A Rákoshegyi VS-e még sohasem játszott a BL-ben, úgyhogy ez nekünk is egy úgynevezett beavatás volt. Nagyon-nagyon izgultunk, nagyon-nagyon készültünk. Pontosan tisztában voltunk vele, hogy a Celje világszínvonalú csapat, és nagyon nehéz dolgunk lett, úgyhogy külön öröm számomra az, hogy ilyen picivel, de nyerni tudtunk ellenük. A hazai csapat szurkolói kitartóan buzdították a csapatot. Dunai Mónika országgyűlési képviselő, a Rákoshegyi VSE tiszteletbeli elnöke is végig izgulta a mérkőzést. Végig izgultuk tisztességesen, és az a heves szurkolói tábor, amely itt most jelen volt a négy közéjutásnak az első mérkőzésén, azt gondolom, hogy kitett minden rákoshegyi, minden rákosmenti magáért, és ilyen szoros mérkőzést nagyon ritkán lehet látni. A visszavágó február 18-án a szlovéniai Celjében lesz. A Rákoshegyi VSE sportolói és a vezetőség egyaránt abban bízik, hogy sikerül a lányoknak olyan eredményt elérni, amellyel biztosíthatják helyüket a legjobb négy között. A mérkőzésről bővebb összefoglalót február 6-ai Fitmix című műsorunkban láthatnak.